A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket, elindult az új tanév a szakképzésben is, vendégeim itt a stúdióban, Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja, és Horváth Lajos Zoltán, a centrumnak a főigazgatója. Köszöntöm Önöket. Hát igen, itt vagyunk szeptemberben, elindult az új tanév, nem tudom, mennyire lelkesen várták ezt az új tanévet, és hát hogyan indul így a szakképzésben ez a mostani év? Mennyi diákkal? Hát ahogy szokták mondani, boldog új évet. Tehát nekünk ez az új év. Hát, hogyha a beiskolázási számainkat tekintjük, akkor mi most nagyon jó eredménnyel indulunk, nagyon jó tanulói létszámmal. Én most fejből meg nem tudom mondani, de az főigazgató tudja, mert ez az ő dolga most. 1440 elsősünk van, vagy 9-esünk van. Hogyan indul ez a mostani tanév? Nyilván nagy előkészületeket igényel mindig egy-egy újabb tanévnek a kezdete. Hogyan telt egyébként így a nyár? Mennyire kellett így az intézményekben készülgetni? A boldog új év az iskolákra vonatkozik főleg, de ott is a vezetés azért elég régen elkezdte a tervezést. Azt viszont szerettük volna, hogy a tanárok és a gyerekek kipihenjék magukat, és hát reméljük ez megtörtént. Hát az új tanév, ugye ez egy izgalmas faktora lesz ennek a tanévnek, hogy a technikus évfolyamunk most végez először, tehát az 5 éves technikus képzésben az első szakmai vizsgák, ami egyben érettségi vizsga is, és az egyetemre való jelentkezés, az most fog elkövetkezni, ugye és a tavalyi évben csak előrehozott érettségi rendszert volt még az ő esetükben. Emiatt nagyon izgalmas. A sok kilencedikesünk, mi első szoktunk nincs mondani, de sok kilencedikesünk pedig a Hova üljenek című regényt indította el, úgyhogy ezen masszívan kellett dolgozni, hogy kinőttük pár iskolának a befogadó képességét. Ez egy pozitív dolog, ennek örülnünk kell, mégis feladat. Igen, tehát azért mi nyáron nem pihentünk annyit, mint amennyit mások gondolják. Fogalmazunk úgy, hogy tulajdonképpen az augusztusi hónap az már arról szólt, hogy elő kellett készítenünk ezt a tanévet, és itt ez egy, ahogy mondta is a főigazgató, ez egy nagyon pozitív hír, hogy ennyivel több tanulónk van, tehát a tavalyihoz képest 20%-kal magasabb létszámmal indulunk, és így nekünk most külön tantermeket kell keresgélnünk, helyet kell keresnünk. Egyelőre most még azért nem okoz problémát, hiszen most alakulnak ki a csoportok, de nagyon úgy néz ki, hogy bizony több tantermet bérelnünk kell, hogy el tudjunk férni. Ez az egyik. A másik az, hogy azért nálunk zajlanak nyáron karbantartások, felújítások, és NFA keretből mi kaptunk összesen közel 100 millió forintot a 11 intézményünkre, és ezeknek a felújításoknak ez nagyon sokrétű volt. Valahol mosdótojítottunk fel, valahol ablakot cseréltünk, valahol festettünk, tehát ez nagyon-nagyon átfogó felújítási dolog volt, és ez lezajlott mind, ez a 100 millió forintos felújítás az összes intézményünkben. Emellett ugye nekünk zajlik az RLF pályázatból tulajdonképpen a tervezési szakasznál tartunk, illetve a bútorbeszerzésnél járunk ott, hogy megrendeltük és aláírtuk a közbeszerzés által kialakított szerződést, aláírtuk a beszállítóval, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mind a 11 tagintézményünkben az összes tanulói bútor, tehát a padok, asztalok, illetve a tanári székek és asztalok ki fognak cserélődni december közepéig. Ez azért lesz így, mert folyamatosan kell dolgoznunk, hiszen az elszállított bútorokat is valahol el kell helyeznünk, és ez nagyon komoly logisztikát igényel, úgyhogy szeptember végétől december 15-ig ki fog cserélődni közel 10 000 bútor az intézményeinkben. Szépen hangzik. Úgyhogy ez elfoglalta a nyarunkat egy kicsit. Meg az is nagyon szépen hangzik, hogy 20%-kal több lett a diák idénre. Mely szakok iránt érdeklődtek a leginkább most erre a tanévre? A 20% ráadásul csak a nappali tagozat, tehát még a felnőttek oktatása az még ebben nincs is benne, tehát az 1440 fő, az felnőttek nélküli indulási létszám. A felnőtt oktatás is kezd már kirajzolódni nagyjából, az is szépen emelkedik a tavalyihoz képest. Ugye itt az egyetemi felvételik és az egyetemi pótfelvételi lejárta után nő meg nálunk ugye a kedv általában. Bár ez sem fedi teljesen a valóságot idén, mert most hirtelen jelentkezett egy olyan réteg is, aki valószínűleg kihagyta az egyetemi felvételit most. És nem azért, mert nálunk nem végzett éppen technikus évfolyam, mert hogy előrehozott érettségük volt, hanem
úgy gondolják, hogy nagyobb versenyképességük lesz akkor, hogyha egy szakmát először elsajátítanak, ott rengeteg kreditet elfogadtathatnak tantárgyként az egyetemen, úgyhogy valószínűleg ez is egyébként változó, mindig a kereskedelem területe az, ami ugye a vendéglátás kereskedelem az nagyon népszerű, hát a Deák Technikum és Szakképzőiskolánk 100%-osan iskolázott be, mint technikum, mint szakképzőiskolában. Ez azt jelenti, hogy a meghirdetett és a felvett szám között ez volt az arány. 9-szeres túljelentkezéssel. Igen, 9-szeres túljelentkezéssel. De összességében is azt tudjuk mondani, hogy nagyon, hát a technikumainkat az gyakorlatilag az első percben, még a májusi vagy április végi pont határ vagy szakbetöltés esetben is beiskoláztuk szinte 100%-kal, 1-2 hely maradt. A szakképzőnél pedig a tavalyi 53-ról ilyen 76%-ra emelkedett a beiskolázási számunk. Ami még nagyon népszerű egyébként idén a villanyszerelő, tehát a villamos, elektronika, elektrotechnika ágazatos képzések. De egyébként nagyjából azt tudom mondani, mivel 97%-os a teljes technikumi beiskolázásunk, hogy minden technikumi szakmánk, ami az iskoláinkban van, az gyakorlatilag népszerűnek mondható. Itt azon múlt a dolog, hogy 5 vagy 6 vagy 9-szerese a túljelentkezés, tehát inkább abban lehet mérni. Hát megvan egy újdonságunk, ugye az oktatás ágazat. Igen, óvodai nevelő és oktatási szakasszisztens a Bugádban. Az oktatási szakasszisztens a régi pedasszisztenseknek a szakmásított verziója. Ugye az csak egy ilyen képesítővizsgás, idézőjelve csak, de képesítővizsgás szakgimnáziumi volt régen a pedagógiai asszisztens, és ehhez mi szakképzési rendszerünk megalkotta az oktatási szakasszisztens szakmát. És ehhez csatlakozott most, mivel az óvodákban nagyon nagy hiány jelentkezett óvodapedagógusból, ezért a középfokú régen is, békeidőben, akár a Vasváriban is voltak például óvodapedagógus képzések. Ezt az óvodai nevelő szakmaként visszahozta a szakképzés, és erre például mi pilot iskolaként 2 iskola van az országban, akik elindíthatják most szakirányú oktatásban 11-ben, az egyik a Bugát nálunk, másik pedig egy Szerencsi érdekeltségi iskola. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy nagy kihívás volt, és itt nem csak a 9-eseket vonzottuk be, hanem az óvodákban dolgozó dajkáknak az átképzését is elindítjuk, és itt egy ilyen 23-24 fővel indul már a csoport, és ott az lenne a lényeg, hogy a dajkák, akiknek megvan a bemeneti előképzettségük, ők rövid idő alatt elvégezhessék úgy az óvodai nevelőt, hogy utána, ha valaki tovább szeretne menni óvodapedagógusnak, akkor 60 kreditet és egy tanévet elenged nekik a felsőoktatási intézmény, ami az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, akivel együttműködünk Vácon. Hát ezek egészen nagy hírek nekem számomra is, hogy itt ilyen újdonságok vannak. Most itt beszéltünk már akkor arra, vagy beszélt arra, hogy dajkák is jöhetnek erre a képzésre, de még itt a fiataloknál ragadtam le, hogy miért lehet számukra vonzó a szakképzés? Tehát, hogy miért van az, hogy a szakmákat, most ez a villanyszerelő is most ezek szerint egy népszerű szakma lett, tehát, hogy az ipar miatt, tehát, hogy látják, hogy jó lehet ezzel keresni? Hát egyrészt ez. Tehát azt gondolom, hogy most bárki, aki fölveszi a telefont és keresni szeretne valamilyen szakembert, akár vízvezetékszerelőt, villanyszerelőt, hát azért nagyítóval kell keresnie. És azt gondolom, hogy ez egy olyan életpályát tud mutatni a fiataloknak, amiben biztosan tudják, hogy meg tudnak élni később. Ez lett az egyik. A másik az, hogy ösztöndíjat fizetünk már 9-től kezdődően. Tehát addig, amíg alapozó képzésben van, addig csak ugye ösztöndíjban részesülhetnek, de amikor megvan az alapvizsgájuk, akkor utána és már szakirányúan tanulnak tovább, tehát konkrétan már szakmát tanulnak, ott már munkaszerződést is köthetnek duális partnerrel, és akkor már nem az ösztöndíjat kapják, hanem akkor egy jóval magasabb összeget, ami azért 100 000 forint minimum, de hogyha olyan partnercéghez tud menni, ahol még ezt meg tudják valamilyen módon pótolni, vagy ha nem is megpótolni, de mondjuk esetleg tanulmányi eredmény alapján kicsit differenciálni, akkor ez még 160 000 forintig is fölmehet. És azt gondolom, hogy ez már egy vonzó alternatíva. Hát ez mellett még, ami nagyon fontos, hogy az eddig gimnáziumba jelentkezők közül is megjelent a szakképző, a technikumokban ez a létszám. Ez azért is történhetett így, mert ugye az okleveles technikus képzéseink is elindultak, ez most már 21 óta 8. vagy 9, most a 9. okleveles technikus képzésünk is indul, az egyik óvodai nevelő például az. És itt ugye még egy gimnáziumból érkező, és most nem a gimnázium bántása fog következni, csak aki akarja, annak veszi, de hogy a gimnáziumból érkezőknek semmilyen kedvezmény nem tud adni egy egyetem, mert ő közismereti tartalmat tanult, nagyon jó matekból, magyarból, fizikából, történelemből, stb.
De például egy mérnök szakon, egy bármilyen reál szakon azért, hogyha a szakképzésből érkezik valaki, és mondjuk egy gépészmérnököt említsünk, ha már Fehérváron vagyunk, vagy egy villamosmérnököt, és gépészként vagy villamos területről érkező technikumban végzett gyereket nézünk, akkor ő nagyjából hát 30-40 kreditnyi előképzettséggel biztos, hogy rendelkezik. Emiatt ugye az eddig gimnáziumból érkezők az egyetemre most megfordult, és a technikumokból mennek főleg az egyetemi Igen. szakokra is, és emiatt már a nyílt napjaink visszajelzései alapján gondoljuk, hogy a szülőknek egy jobb alternatíva az, hogy bár 5 éves a képzés, nem 4, mint a gimnázium, de az 5. év végére ő szakmát is fog kapni, amivel egyébként önálló munkavégzésre is alkalmas, mert akár mérnöki tevékenységszerű dolgokat is tudnak már végezni, vannak olyan szakmáink, amik mindenképpen, plusz a 30-60 kredit között elfogad neki az egyetem, és például az informatika területén szokott az visszajönni, hogy olyan 3. évig megvannak a gyerekek már eleve a középiskolai tudásszintükkel, és utána kezdődnek azok a szakmai részek, amik újdonságabb, mint az eddigi volt. Tehát sokkal jobb alternatíva, aki nem jogásznak vagy orvosnak akar menni feltétlenül, bár erre is van precedens, hogy tőlünk a Bugátból oda mennek főleg. És még egy dolgot azért el kell mondanunk, hogy ha valaki nem okleveles technikus képzésben vesz részt, hanem úgymond sima technikus képzésben, akkor is az ő érettségie az emelt szintű érettségének minősül. Tehát eleve van egy pluszpont száma, hogyha valaki itt végez nálunk. Ugye említette itt a partnercégeket, mely cégekkel van kapcsolat a szakképzési centrumnak? Hát mi mindent lehet tanulni a cégeknél, illetve dolgozni, esetleg pénzt keresni? Azért mosolyodtam el magam, mert hogyha centrum szinten nézzük, akkor 468 duális partnerrel dolgoznak az intézményünk összesen. Tehát van olyan cég, amelyik több intézményünkkel is partnerségben van, de minden intézményünknél van. Hát nem, most nem akarok így számot mondani, mert szakmától függően van, akinek 15-20 partner cége van, de van, akinél 70. Tehát, hogyha nézzük mondjuk akár a fodrászokat, vagy az építőiparban a szakmákat, vagy a vendéglátásban, ott nagyjából egy-egy főt tudnak elvinni. Tehát mondjuk egy cukrásztanulót fogad. A fodrászok ugyanígy, egy fodrász, egy tanulót fogad. Ott nagyon sok partner van, általában kisebb cégek. Ugyanakkor ott vannak azok a szakmáink, amik mondjuk egy gépész, egy mechatronikus, ahol mondjuk akár multihoz is el tud menni valaki, és ott van olyan partnerünk, aki 45-50 tanulónkkal foglalkoztat például. Úgyhogy nagyon változatos a kép, és hát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy szinte minden szakmánkhoz tudunk duális partnert találni. Vannak kivételek, tehát az informatika az elég nehéz feladat, de ehhez viszont létrehoztunk egy informatikai ágazati képzőközpontot. Ezt nem mi hoztuk létre, hanem csak a mi partnerségünkkel született meg, és ebben 5 cég van még mellettünk partnerként, és így ehhez az 5 céghez tudjuk majd tulajdonképpen valamilyen szinten kivinni a tanulókat, őket tudjuk bevonni a képzésbe. Ugye ez egy nehéz terület. Ami ilyen nehezebb terület még ugye a közgazdasághoz kapcsolódó szakmáink, ott nehezebb duális partner találni, hiszen nagyon nehéz bevinni a tanulókat olyan helyre, ahol olyan valós gazdasági tevékenység folyik, ami azért üzleti titoknak minősülhet. Tehát ott azért egy kicsit nehézkes a duális partnereknek a megtalálása, de ezeken kívül minden szakmánkhoz találtunk partnereket. Miért olyan fontos, hogy ilyen kinti egységeknél vagy partnereknél legyenek a diákok? Azért mondjuk szerintem elég jól felszereltek is az intézmények, de nyilván azért kell az a fajta jelenlét ott kint a gyakorlat során, amit nem tudnak bent az iskolában elsajátítani, gondolom én. Hát most nagyon sokat tudtunk javítani az elmúlt pár évben az intézményeknek a felszereltségén, még messze nem vagyunk, és soha nem is leszünk az ipar szintjén, hiszen egy oktatási intézmény nem tudja követni ezt a nagyon-nagyon gyors változást, főleg a robotika területén például. És éppen ezért nagyon fontos, hogy lássák azokat a legújabb vívmányokat, amikkel egyébként majd találkozni fognak, amikor már kikerülnek a munkáltatókhoz. Ez egyrészt az eszközökre vonatkozik, de másrészt egyébként egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, viselkedéskultúrát is el kell sajátítaniuk, egy munkai környezetbe hogyan lehet beilleszkedni, tehát milyen elvárások vannak, tehát azok a munkavállalói kompetenciák, amik intézményi keretben nem fejleszthetők, ezeket csak cégeknél tudjuk megtenni, tehát csak ott lehet ezeket elsajátítani, úgyhogy ez egy nagyon fontos feladatuk a cégeknek, hogy ebben segítsenek minket. Illetve van még egy nagyon olyan dolog, ami miatt azt gondolom, hogy érdemes a tanulóknak duális partnernél vagy foglalkoztatva lenni, szépen
megmondtam magyarul, majd neki futok még egyszer. Tehát, hogy azért fontos, mert ha már középiskolában találnak olyan duális partnert, amelyikkel kölcsönösen megtalálják a hangot, és én mondjuk tovább szeretne tanulni, itt Fehérváron itt van az Óbudai Egyetem, és vannak bizonyos szakmáink, jó pár, ahol akár egyetemi szinten is tud részt venni duális képzésben, és akkor az a cég őt már akár 17-18 éves korától akár a mérnöki diploma megszerzéséig el tudja kísérni, így tulajdonképpen bele tud nőni abba a cégbe, abba a mérnöki feladatba, ami egyébként utána nagyon fontos annak a cégnek, hogy ne kelljen úgy fölvennie mérnököt, vagy akármilyen dolgozót, hogy több hónapig tart betanítása, idő, pénz, energia, ezt mind meg tudja spórolni a cég, illetve a tanuló is látja már, hogy hova tud eljutni az ő pályáján. Hányadik évtől van lehetőség egyébként arra, hogy duális képzésben vegyenek részt? Gondolom nem egyből a 9. osztályban. 11. évfolyam, ugye a régi rendszerben a ez 13. évfolyam volt. Ott együttműködési megállapodása vagy tanulószerződéssel mehettek ki a tanulók, most 11-től, ami egy újabb lehetőséget teremtett, mert régen az volt, hogy a 13-as tanuló az már a technikus évfolyamon már mindent tanult az iskolában gyakorlatilag, amit tanulhatott, tehát már egy, ha voltak rossz berögzültségek vagy beidegződések, azt is már tudta, és kiment egy céghez, az átneveléssel kellett idézőjelbe kezdeni. Most a szakirányi oktatásba bekapcsolódáskor ki tud menni a céghez, és lesarkítva a cég tudja elrontani innentől kezdve, hogy mit tud a tanuló, olyan értelemben elrontani, hogy a saját maga igényeihez tudja igazítani őket, és akkor már ott fog tudni megtanulni egy csomó mindent, és hogy miért fontos ez, egyértelműen az, hogy például most egy cukrászt, vagy egy szakácsot, vagy egy pincért, nézzük a vendéglátós iskolát, hogy egy tanműhelyben, egy tanétteremben ritkán szólt be például a vendég a pincér tanulónak, vagy ritkán küldte vissza az ételt, vagy bármi hasonló. Kimennek most duálisként, gyakorlatilag ők 100%-osan kint vannak céges partnereknél, életszerűen a munka közben tanulja meg a szakmát az őt mentoráló dolgozóval. Ez szerintem óriási lehetőség, mert hogy már nem papír alapú az oktatásunk, hogy miről van papírunk, hanem tudás alapúvá változtunk, és ez nagyon nem mindegy, hogy milyen irányból nézzük. Én még hozzátenném azt, hogy vannak olyan szakmáink, ahol ugye tizediktől kimehetnek, hiszen ha elkülönítenénk a technikus képzést, ami 5 éves, ott ugye 11-től tudnak kimenni, és van a 3 éves képzésünk, ami ugye a régi szakmunkásnak felel meg, tehát tulajdonképpen az elnevezésében változott azért, ott viszont 10-től tudnak kimenni. Tehát az egyik esetben 9. évvégén van az alapozó vizsgájuk, a másik esetben pedig 10. évvégén, és utána tudnak kimenni. De ők nekik 3 éves a képzésük. Nagy fejlesztések valósulhatnak meg, ugye most itt ebben az időszakban 6,4 milliárd forintos fejlesztésről beszélgetünk. Mi minden tud megvalósulni? Hát ahogy az elején is mondtam, a legelső az a bútorbeszerzés, ez már ennek az egyik eleme. De a legnagyobb, az tulajdonképpen egy nagy beruházás. Itt a Deák iskolánknak, ha valaki járt azon a környéken, akkor látja, hogy egy hatalmas tűzfala van. Ez a tűzfalot tulajdonképpen azt jelenti, hogy befejezetlen az iskola. Tehát oda régen, még annó, amikor ez megépült az intézmény, akkor oda még volt egy épületszárny tervezve, még tanúszoda is volt benne. Na most mi ezt már elengedtük, mert hogy nekünk arra van szükségünk, hogy a tanműhelyeket tudjuk bővíteni. Úgyhogy a Deák iskolánknak ott egy új épületszárnya fog megépülni, amelyikben lesz tankonyha, tancukrászat, tanszálloda, egy olyan étterem, ami nyitott lesz kifelé a város felé, tehát egy valósan működő étterem lesz benne, illetve pusztantermekkel fog még bővülni. Ez azért fontos, mert így ki tudjuk vonni a Bugát iskolánkból az ott tanuló, jelenleg ott lévő tanműhelyeket, hiszen a Deáknak a tanműhelyei a Bugát alsó szintjén vannak. Ott felszabadul nekünk helyiség, és ez az új képzés, az óvónői képzés, illetve az oktatási szakasszisztens képzéshez kapcsolódóan, ott egy tanovoda és egy tanbölcsöde lesz kialakítva, illetve egy olyan kórterem, ami egy ilyen nagyon-nagyon modern felszereltség, nagyon-nagyon modern felszereltségű tankórtermet fogunk berendezni, ami ilyen sürgősségi ellátást fog szimulálni, tehát arra is alkalmas lesz. Pontosabban ezt inkább igazgató úr tudja, mert ő mint biológus közelebb áll ehhez a területhez. Ez lenne a két iskolában a nagyon nagy fejlesztés, de emellett van egy másik, ami viszont szintén több iskolánkat érinti, ez pedig a gépészet ágazathoz kapcsolódó tanműhelyfejlesztések. Itt a Széchenyi iskolának a tanműhelyét szeretnénk teljesen kívül belül megújítani, eszközparkját szinte teljes mértékben felújítani, megújítani, néhány régi gép maradt csak, de a gépparkot is teljesen új gépekkel szeretnénk felszerelni.
A Váci iskolánknál hasonlóan a tanműhely teljes körű felújítása fog megvalósulni, szigetelés, hőszigeteléssel, napelemmel felszerelve, és oda is egy új gépparkot terveztünk. És van még két iskolánk, ami nem a városban van, de őket is érinti. Ugye a Móri iskolánkba eszközöket tudunk vinni, fémmegmunkáló eszközöket, illetve a Vajda iskolánkban ott nincsen jelenleg kialakítva a gépész tanműhely, de ott lesz egy teljesen, egy régi óvodaépületnek az átalakításával egy teljesen új tanműhely, szintén gépész tanműhely, vadonatúj gépekkel felszerelve. Tehát tulajdonképpen ez adja a 6,4 milliárdot, amelyikből közel 3 milliárd a Deák és a Bugátnak az épület felújítása, illetve hát annak a hozzáépítése. Hát ezek szép tervek egyébként. Hol tartanak így a megvalósításban? Mikor lesznek így, vagy van-e határideje egyáltalán? Lehet-e tudni, mikorra valósulnak meg ezek a beruházások? Nagyon konkrétan tudjuk, igen, a határidejét. Ez 2026. március 31-ig mindent át kell adnunk. Tehát az a legvégső határidő, addigra mindenek el kell készülni. Ahogy említettem is, ugye azokkal a feladatokkal kezdtük, amelyek viszonylag könnyebbek és gyorsabban bonyolíthatók. Ez ugye a bútor, illetve a gépeknek, ezek a nagy gépeknek az eszközbeszerzését kezdtük elindítani, mert ezek is közbeszerzéssel történnek, és a közbeszerzéseknek eléggé lassú a folyamata, úgyhogy ennek már nekiláttunk, illetve az épületeknél a tervezési szakaszok lassan lezárulnak, tehát már majdnem egyetlen egy épületnél van még egyeztetés a minisztériummal, hogy ez a kivitelezőnek megfelelő ki lehessen írni a közbeszerzést, és hogyha ez megtörtént, akkor itt szeptemberben szeretnénk írni a közbeszerzését magának a kivitelezésnek. Hát reméljük, hogy az úgy zajlik le, hogy nem kell újraindítani, és nem lesznek egyéb problémák, és így mindenki csúliba teszi az összes ujját, és akkor tavasszal indulnak tulajdonképpen az épületeknek a felújításai, illetve hát az egyéb munkálatok. Hát ez egy óriási fejlesztés, így ahogy hallgatom, tehát tényleg és nagyon sok mindenre fogalmas. És nagyon feszített, tehát erre létrejött nálunk egy munkacsoport, akik kifejezetten csak ezzel foglalkoznak, és nagyon-nagyon sok munkát ad. Nem tudom, még akartam. Annyi csak, hogy az oktatásfejlesztés miatt viszont elengedhetetlenek voltak ezek, mert akkor tudunk előrelépni a magasabb szintű technikus meg szakképzés képzésbe is, hogyha ezek a feltételek adottak. És igen, nagyon gyors lesz ez a megvalósítás, hogy a 26 március tartsuk. Hát a jövő évünk az erről fog szólni, tehát nagyon kemény lesz. Én meg pont ezt akartam kérdezni, hogy ezzel kapcsolatos, hogy ugye, hogy az oktatásfejlesztés, hogy de azért már most is azért jó kis tantermek vannak, nem? Amik azért fel vannak szerelve. Mi mindennel van, mondjuk a Széchenyire, ha gondolok, akkor mi minden található ott, amin a gyerekek már jól tudnak gyakorolni vagy tanulni? Hát gyakorlatilag minden, azt tudom mondani. Hát az informatikai eszközpark az mindig olyan gyors ütemben fejlődik a technológia, úgymond, bár mondjuk a chip hiány nemrég egy kicsit megakadályozta az ugrásszerű fejlődését a technikának, de ott egy 340 munkaállomásos informatikai géppark van, ezért tudja lebonyolítani akár még az emelt szintű érettségit is vármegyei szinten az iskola. A gépészműhelyben ott a hagyományos esztergák mellett létezik 5 és 3 tengelyes esztergagépek, de egy ipari robotika laborral is rendelkezik az iskola, ahol a hegesztő roboton át az akár másfél méteres darabokban 3D nyomtatni képes robottal is rendelkezik. Ezen kívül van egy gyártósor és szimulációs labor is, ami teljes egészében különböző fázisokon a válogatástól a raktározásig bezárólag a gyártási folyamatot bármilyen technológiára le tudja szimulálni robotokkal, és itt rendelkezünk egy kollaboratív robottal is, ami ugye már a mostani, hát igazából nem a jövő, az már jelen az iparban, hogy nem cellában elzárt, az emberben kárt okozni tudó robotok vannak, hanem a kollaboratív robotok egymás mellett tudnak állni egy gyártás során az emberrel, és azokat a tevékenységeket, amik veszélyesek, megvághatja, megszúrhatja, leforrázhatja, lesavazhatja bármi a kezét, vagy bármelyik testrészét, azt a robot végzi, de úgy, hogy amint a mechanikus érzékelő szenzorokkal van ellátva, amint az emberi jelenlétet érzékeli, megáll, és nem tud kárt tenni az emberben. Tehát ezzel is rendelkezik. Érzékeli a hőmérsékletet, a bőrnek a nedvességtartalmát, tehát nagyon-nagyon gyorsan érzékel, és a század másodpercre megáll. Tehát nem tud kárt tenni, és így lehet mellette úgy dolgozni, hogy akár onnan nyúlkálni, miközben ő működik. Igen, de például a Váciban tudnám mondani, hogy professzionális hegesztő szimulációs eszközök is vannak, tehát hogy akár a képzés úgy van felépítve, hogy nem rögtön nekiesnek a hegesztésnek élesben, és abból nagyon csúnya dolgok tudnának megtörténni, hanem előtte a szimulációs eszközökön
Egyébként olyan, mintha élőbe hegesztene az ember, hogyha próbálta, én is próbáltam, és nagyon-nagyon látványos is az eredmény. Viszont ha ott a technológiát elsajátítja úgymond veszély nélkül a tanuló, akkor utána teljesen ugyanúgy kell csinálni élesben, és ez nagyon-nagyon bejött ez a módszer is, tehát például ilyen eszközeink is vannak. De hát ez számos ugye, esetben nem lehet. Az egészségügyben nézzük, akkor ott vannak hát ott a babák. Gyakorlatilag az egészségügyben azzal, amit a kancellárasszony említett, hogy ha megépül ez a tankorterem, azzal gyakorlatilag a kórházi skill labornak a leképezését is elértük, tehát gyakorlatilag tényleg egy komplett, akár sürgősségi és intenzív terápiás ellátást is szimuláló tantermünk jön létre, ami egyedülálló lesz így középiskolai volumenben. Ugye elhangzott már itt az Óbudai Egyetem, milyen a kapcsolat egyébként az egyetemmel, hogyan kell elképzelni így az együttműködést az intézmények között és az egyetem között? Hát nagyon jó. Szimbiózisban élünk, ugye egy udvarban, már még a centrum is ott van egyébként, ugye a Széchenyi van ott egy udvarban vele, de ugye nem csak a Széchenyivel van együttműködés, hanem a Jákival, most már az első Istvánnal is, ugyanis a közgazdasági területen is egy nagyon régi adósságunkat tudtuk törleszteni, hogy pénzügyi területen is van okleveles technikus együttműködés, a földmérő, vagy a mély magasépítő területen a budapesti karával is együttműködünk, például mondjuk a közgazdaság területén is úgy indult, hogy a budapesti kar, de most már az albarégia műszaki kar, albarégia kar és spektrumbővülésen esett, tehát úgyhogy most már Fehérvárral kell. De ezen kívül egyébként a Kodolányi János Egyetemmel is aláírtunk egy stratégiai együttműködést, ott egy okleveles technikus egyeztetésünk van még, ami azt jelenti, hogy még be van már adva a minisztériumba, a mi minisztériumunkba, a Kultúra és Innovációs Minisztériumba az engedélyeztetés, ennek az eredményét most várjuk, és akkor ebben azt ennénk, hogy turizmus vendéglátás ágazatban a turisztikai technikusoknál is tudnánk akkor együttműködni a Kodolányi János Egyetemmel, de velük hosszú távú stratégiai célunk az, hogy akár egészségügyi, oktatási területen is tudjunk velük együttműködni. Az okleveles óvodai nevelő és az oktatási szakasszisztens pedig a Váci érdekeltség, hogy Vácon van a telephelye, de Budapesten is megtalálható az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Egyébként azt tudom mondani, hogy most óvodai nevelő, vagy pedagógusként, meg tanítóként szerintem ő viszi a magyarországi számokat, tehát ő az egyik legjobb ebben a területében, és ráadásul ott a pilotként ott minket ugye kijelöltek egymásnak, úgymond, és ezért, de nagyon rugalmas az együttműködésünk velük is, illetve egészségügyi területen a Pécsi Tudományegyetemmel van még együttműködésünk az okleveles ápolók képzése esetén, és hát még ez bővül. Reméljük, ez még bővülni fog, igen. Ez a kör bővül, de hát Fehérvár összetart a közösség, úgyhogy nem nehéz együttműködnünk, ugye ezt. Tényleg nem. Meg hát, hogyha azt nézzük, hogy ez már hosszú évek óta úgy zajlik, hogy a mi intézmény gépparkját tudja használni az egyetem, igen, szokták is, oktatókat is, és áttanítások zajlanak. Igen. Tehát a mi oktatóink is tanítanak náluk, az övék is nálunk, és amikor szükség van rá, akkor nekik egy olyan robotika laborjuk van, ami nekünk nincs, tehát nekünk kisebb robotjaink vannak, nekik pedig az iparból hozott valós nagyméretű robotokkal rendelkeznek, és hogyha szükségünk van, akkor mi be tudunk menni hozzájuk. Tehát tulajdonképpen így ki tudjuk segíteni egymást, akár a mindennapokban is. Nem sok időnk van, de csak így röviden, hogy egy pályaorientációs rendszert alakítottak ki, azonom egyedülálló módon. Mitől egyedi ez a rendszer, és hát mennyire működik? Nagy levegő, mert nem sok időnk van, és erről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Hát azt gondolom, hogy attól egyedi, hogy mi az alapelve. Az emberpálya megfeleltetés. Az, hogy mi szemünkben a pályorientáció nem azt jelenti, hogy 7.-8. gyerekeket gyorsan beviszünk, megmutatunk nekik néhány céget, és akkor egy-két dolgot, és aki amelyik intézmény előtt elmegy, oda berántjuk, mert jó lesz az neked, hanem konkrétan szeretnénk, hogyha a személyiségének megfelelő szakmát tudná megtalálni, és ehhez kialakítottunk egy több mint 400 kérdésből álló szoftveres támogatórendszert. Ezt még az önkormányzat és az Óbudai Egyetem segítségével 2016-ban indítottuk el. Többszörös fejlesztésen esett át, és végül a Gödöllői Egyetem szakmai támogatásával lett véglegesítve, úgyhogy ez egy szakmailag nagyon elfogadott rendszer, de ehhez kapcsolódóan nekünk mindenünk van. Tájékoztató kiadványaink vannak, munkafüzeteink vannak, társasjáték van hozzá, többféle társasjáték, kártyajáték, ezen kívül ott van egy DKA termünk, ahol be tudjuk vinni az általános iskolásokat, és most már az második tanévet fogja megérni, ez a bizonyos szakmatúra elnevezésű kezdeményezésünk, amelyben egy általános iskola a technika óráit tömbösítve nálunk tartja meg. És vagy bent a DKA teremben, ugye mivel 10 hónapról beszélünk, és ez azt jelenti, hogy nekünk 9 iskolánk és a centrum van, tehát ez 10 helyszín,
bent elkezdik a DKA teremben, és minden iskolában eltöltenek egy-egy napot. Így tulajdonképpen minden szakmánkkal megismerkednek, és ugye a gyerekek megismerik azt is, hogy nem csak magukat kell, hogy ismerjék, hanem a szakmát is, hogy mi az elvárás. És mi azt szeretnénk, hogyha célzottan oda menne valaki tovább tanulni, ami neki minden szempontból megfelelő. Hát ezt egy csomó dolgot kihagytam. Igen, még ami most a legaktuálisabb még ebben, hogy ráadásul azt véghez vittük, mint kiderült nem olyan régen számunkra országban elsőként, egyedülként, hogy leültettük az összes olyan szervezetet, aki pályaorientációval foglalkozik vármegyei szinten, és megalkottunk egy közös platformot velük. Ez a vármegyei kormányhivatal, a szakpedagógiai szakszolgálat, a egészségügyi szakdolgozói kamara, a Fejér vármegyei szervezete, akkor az agrárgazdasági kamara, iparkamara, a pedagógiai oktatási központ, tehát a POK az oktatási hivatal, meg mi. És így gyakorlatilag, meg kereskedelmi és iparkamara, igen, és így gyakorlatilag a centrum kezdeményezőként elindított egy portált erre. Az összes szervezet, lebontva az, hogy kinek szóló kérdés van, általános iskolásnak, szülőnek, munkáltatónak, cégeknek, iskolaigazgatóknak, bármilyen, már bárki megtalálja az őt érintő területet, és ezen a portálon tudják elérni a tartalmakat. Itt van egy időpont foglaló rendszerünk is, és tehát, hogyha valaki a szakszolgálathoz szeretne tanácsadásért menni, azt is a mi felületünkön tudja, ugyanúgy, mint az egészségügyi területen mondjuk az előbb említett skill laborba szeretne menni a kórházba, azt is ezen a felületen tudja, és így egybe kezeljük a teljes Fehérvár és a Vármegye szakképzésének a pályorientációját, de nem csak szakképzés, egyébként köznevelés, mert hogyha azt hozzuk ki valakinek, hogy gimnáziumba kell menni, attól még nem erőltetjük be a szakképzésbe, hanem akkor gimnáziumba hát ez, menni. Ezért is van a partnerek között a POK is, meg többek a között a tankerület is, mert ez egy teljesen átfogó, megyért átfogó rendszer, amit úgy hívnak, hogy karrierkapu, és ez a pályara.hu oldalon található meg, és ez az a felület, ami összeköti az összes pályorientációval foglalkozó szervezetet. Mert ezt ugye a törvény mindenkihez hozzárendeli, de sehol nem mondta meg, hogy hogyan. És nagyon sokszor párhuzamosan végeztünk feladatokat. Tehát mondok egy példát, hogy mondjuk üzemlátogatásra vitte a kamara is a diákokat, a centrum is vitte őket, meg még az általános iskola is vitte őket. És akkor nem volt összehangolva, hogy ki hova, mikor, hányszor megy és milyen formában. És jó pár ilyen dolgot tudnék mondani, és így összehangoltuk tulajdonképpen a megye pályorientációs tevékenységét. Ezért egyedi. Meg hát akkor ezek szerint működik is, mert akkor ennek is köszönhető az, hogy 20%-kal nőtt szerintem a centrum diákjai. Hát igen, illetve kinőttük magunkat, ugye az a DKA a terem, amiben ezt az egészet bonyolítjuk, főleg az most éppen már a kapacitása után van. Úgyhogy most az újabb gondolkodás lehetőség, hogy hogyan fejlesztjük. És igen, és azt gondolom, hogy nem csak, hogy így látjuk, hogy nőtte a tanuló létszámunk, hanem erre már van felmérés. Az NSFH-nak most már elmúlt 2 évben vannak olyan tanulói megkeresései, amikor megkérdezik a tanulókat, hogy miért választottad azt az iskolát, azt a szakirányt, azt az ágazatot, amelyiket választottál, és az látszik, hogy Fejér megyében kiemelkedően sokkal magasabb az országos átlagnál az a tudatosság, hogy miért oda mentek a tanulók, miért azt választották, és azt gondolom, hogy ez egy visszajelzés számunkra. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltak itt a köztérben, és hát jó tanévet kívánok erre az évre is önöknek. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja, és Horváth Lajos Zoltán, a centrumnak a főigazgatója. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.